Renault Captur-ben ülök, és igazából most ezt a bizonyos Vác-Szent László túra közötti utat fogom bejárni, és nem tudom, mennyire fog majd billegni itt a fejemen a kamera, de hát nézzük meg, hogy mit mutat. Csalók a rész, mert egyrészt nem lehet belátni ezt a nyomorult kanyart, másrészt a széles szanaszét van töredezve, és itt is vannak ezek a jó kis hepehupák, meg törések, imádom ezt az utat, vagy nem, de inkább nem, na mindegy is. Egyébként maga a Captur tök jól viselkedik, ugye ez egy plug-in hibrid autó, ott nem tudom mennyire lehet látni, de ott lehet látni, hogy mikor mit csinál, ilyenkor visszatölt, ilyenkor meg szépen haladunk. Egyetlen egy érdekessége van, amit én észrevettem, hogy amikor elindul az ember, akkor nem D-be, mármint D-nesbe, hanem B-be, mint Berta, vagy pedig Baziol visszatölt típusúban indul el. Erre figyelni kell, tehát kétszer kell megrántani a kart így az első tapasztalataim alapján, hogy én most hoztam el az autót, és akkor most jön majd megint egy izgalmas rész, mert hogy szemből egy nem kicsi teherautó, és az út az pedig nem kicsit fos. De meg fogjuk oldani. Nem egyszer jártunk már erre, és hát nyilván aki szemből jön teherautóval, ő sem egyszer járt már erre, ez látszódott, hogy lehúzódott az út lehető legszélére, és akkor itt meg jönnek ezek a részek, ahol még ráadásul a jó kis traktorokkal is fölle hordják a sarat, de inkább föl. Ezen az úton szoktam kipróbálni minden autót, és akkor ilyenkor viselkedik a tehát ilyenkor tudom összehasonlítani, hogy melyiknek hogy viselkedik maga az ülésen a lengéscsillapítás, illetve magának az autónak is a lengéscsillapítása, továbbá mennyire zörög, csörög, kattog, mennyire akar szétesni az autó. A Captur nagyon jól viselkedett, ahhoz képest, hogy itt rángat engem össze-vissza, szépen finoman tompítja ezeket a borzalmas gödröket, hepehupákat és a többit. Előttem a Dacia, azaz a testvér modell, az nyilván a sofőré nem merje annyira nyomni, mint én ebben a magasabb, és hát nyilván egy kicsit SUV-sebb gépjárat. Olyan rövid szakasz ez, igazából nem hosszú, mint látható ebben a videóban, de arra tényleg nagyon jó, hogy összehasonlítsam azt, hogy melyiknek úgy viselkedik a lengéscsillapítása, mint ezt már mondtam is. És akkor itt jön még kettő kanyar, és már jövett leszünk Turán, ahol én olyat fogok csinálni, hogy menet közben felnyúlok majd erre a kis kamerára, és megpróbálom kikapcsolni. Remélem sikerül. Ha nem, akkor meg majd vágok a videón. Még egy kanyar, aztán jön a túratábla. Visszarakjuk B-be, hogy bazira lassuljon, töltsön vissza. És már is elértük a kevesebb, mint 50 km, bár mehetünk volna 50-en is, a viszont hallásra tesztelek mindennek.